Kelet-Magyarország Podcast. Sport helyben, azonnal. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Mihály Norbert vagyok, és kollégáimmal, Buczó Balázssal és Molnár Krisztiánnal elemezzük a hét sporttörténéseit, és tekintünk előre a hétvége vármegyénket érintő sporteseményeire. Kezdjük egy szerdai összecsapással. A kosarasok az utolsó mérkőzésüket játszották, sajnos az első osztályban. Krisztián, te voltál kint a mérkőzésen. Igen, ez sajnos tényleg nem csak a szezonban, hanem a nyíregyházi csapat első osztályú karrierében is az utolsó mérkőzés volt, hát reméljük, hogy csak egy ideig. Ugye ez már egy tét nélküli mérkőzés volt azzal, hogy a Blue Shares kikapott múlt hétvégén Budapesten a Honvédtól, már akkor eldőlt, hogy a Honvéd is bennmarad az többi alsóházi csapathoz hasonlóan, és a Hübnennyíregyháza BS fog kiesni az első osztályból. Így aztán az utolsó mérkőzés szerdán az Oroszlány ellen már olyan volt, amilyen szokott lenni egy tét nélküli mérkőzés. Igazából úgy gondolom, hogy a vendégek sem voltak annyira élesek, hozzátéve, hogy ők meg már megnyerték az alsóházat, hiszen a 10 összecsapásból csupán egyet veszítettek el, a másik 9-et. Ezzel a nyíregyházi győzelemmel együtt 9-et megnyertek. Úgyhogy az OSA abszolút kiemelkedett ebből a mezőnyből itt az alsóházban. A nyíregyházának meg összességében most már lezárhatjuk, tehát ez az alsóház is sajnos olyan volt, mint az alapszakasz. Egyszerűen semmi nem akart összeállni, és hát az Oroszlánytól is végül is simán kikaptak. Te el lehet mondani, hogy itt már egy tartalékos kerettel álltak ki a cápák, 3 kezdő játékos kisebb sérülés miatt nem játszott. Ezek olyan sérülések voltak, hogyha lett volna még tétje a mérkőzésnek, akkor nyilván összedrótozzák őket, és pályára tudnak lépni. Így nem kellett feleslegesen megkockáztatni egy nagyobb sérülést. A lényeg, hogy így sokkal többet játszhattak a magyar játékosok, mint amennyit szoktak általában. Voltak is jó teljesítmények, küzdöttek is a cápák, de nem volt esélyük a győzelemre, így aztán az alsóházat is 2-8-as mérleggel zárták, és mint mondom, kiestek az első osztályból. Hát itt most már lehet húzni egy vonalat is, el lehet mondani, tulajdonképpen az egész szezont lehet értékelni. Úgy gondolom, hogy sajnos egész szezonban érett ez, hogy ki fognak esni a cápák. Itt a bajnokság elejétől kezdve, vagy az elejéhez képest 5 légióstól és egy magyar játékostól köszönt el a klub. Érkeztek helyükre új játékosok, volt edzőcsere is, de összességében annyira nagyon az összképen egyik húzás sem változtatott. Azt is hozzá lehet tenni, hogy azért láttunk már ilyet korábbi években, elég az előző szezonra gondolni, amikor az Alágerszeg is ugyanezt megcsinálta, ott is volt edzőcsere, ott is lecseréltek nagyjából mindenkit, és akkor ők ki tudták harcolni a bennmaradást. Most ez a Blue Sharksnak nem sikerült, és most már abban kell reménykedni, hogy remélhetőleg minél hamarabb visszakerül majd a csapat az élvonalba. Én visszakanyarodnék még a Oroszlány elleni meccshez. Említetted, hogy volt 3 apró sérülés, és ezért nem játszottak. Én azért ebben nem teljesen értek veled egyet, ugyanis abba, hogy idáig jutott a Blue Shark, vastagon benne voltak, és gyakorlatilag itt az utolsó meccsre fityiszt mutattak a többieknek. Tehát én azt gondolom, hogy főleg a légiósok dolgozzanak meg a pénzükért, és az utolsó meccsen is tegyék oda magukat, ha más nem becsületből. Ebben lehet valami, és itt ki is emelném egyébként Eric Copst, aki minden meccsen küzdött, rajta mindig látszott az, hogy most zavar. Is játszott. Igen, és ezt akarom mondani, hogy és most is játszott, és most is oda tette magát, és ő mindig szenvedélyelkos ellabdázott, látszott, hogy zavarja, idegesíti, amikor nem úgy megy a dolog, ahogy kellene, és rendre jó teljesítményt is nyújtott. Úgyhogy ő játszott, most is jól szerepelt. Hát azt gondolom, hogy most ebben már itt nem kell keresni semmit, hogy most ki játszott, ki nem, de sajnos ez egy olyan befejezése volt a szezonnak, mint amilyen volt tulajdonképpen az egész idény. Úgyhogy én nagyon sajnálom, személyesen is, érzelmileg is sokat jelentett nekem, hogy ott lehettem egy első osztályú csapat mellett 2 éven át. Mondom, én csak abba tudok bízni, hogy minél hamarabb visszakerül a Blue Shakes, de azért azt is el kell mondani, hogy ilyenkor, ugye itt a másodosztályban olyan szabály van, hogy 1 légiós lehet csak,
illetve a fiatal szabály is másabb, lentebb van az a korhatár, úgyhogy gyakorlatilag hát még nincsenek szerződések, nem lehet tudni semmit, de nagyon valószínű, hogy majd, hogy nem a nulláról kell újraépíteni a csapatot, ami azért sosem jelent jót, nyilván abból nem lehet azonnal egy ütőképes gárdát összehozni, de hát ez majd a jövő zenéje, majd nyáron meglátjuk, hogy hogyan alakul. És akkor Misi, elnézést kell kérni hallgatóinktól, hogy nem ejtünk szót a pénteki két meccsről, ugyanis ez a felvétel kora délután készült podcast a két mérkőzés időpontjába, vagy befejezése után kerül adásba. Azt azért tudni kell, hogy a kisvárdai focisták Kecskeméten játszanak, hazaiaknak van még tétje a mérkőzésnek, a kisvárdai kézisek szintén ők hazai pályán játszanak, a Fehérvárt fogadták, és azon kívül, hogy a fehérvári edző jövőre a Kisvárdát fogja edzeni, van még tétje a mérkőzésnek, ugyanis a hetedik hely, ami adott esetben akár nemzetközi kupa szereplést is érhet. Még arra leszek kíváncsi akkor, hogy a meccs után hogyan nyilatkozik majd a Kisvárda leendő edzője, hogyha esetleg éppen emiatt ütni el a jövendőbeli csapatát a nemzetközi kupától. Nyilván valószínűleg ő is azért egy annyira rutinos edző, hogy bármi történik, tud adni egy sablon nyilatkozatot majd. Igen, de az ő nyilatkozatait meg figyelve itt pár éve a munkáját, ő nem szokott sablont mondani, tehát mindig a konkrét meccsről beszél. Na de haladjunk tovább, hiszen a hétvége Vármegyénk szempontjából legfontosabb mérkőzése a Nyíregyháza Spartacus veszprémi, illetőleg ajkai fellépése lesz. A Spari az osztályozós párharc odavágóján hatalmas lépést tehet az MB2-be való bennmaradásért. Hogyan látjátok ennek a mérkőzésnek a felvezetését? Mennyire lesz nehéz a Spari dolga? Mennyire erős ez a veszprémi csapat? Mit vártok? Hát előzetesen annyit, hogyha a Veszprém szóba került, elsősorban a kézilabda ugrik be mindenkinek. Nem is véletlenül, de ez egy másik téma. És valamennyire ez a Veszprém hasonló cipőbe jár, mint a Nyíregyháza, legalábbis a hazai mérkőzések tekintetében, ugyanis a Városi Stadionjuk atlétika pályájának a felújítása miatt az összes hazai meccsét Ajkán játszotta, tehát ez a meccs, ez nem azért van Ajkán, mert ott felel meg a minden körülmény egy ilyen mérkőzés megrendezése, de csupán ennyi az oka. Egyébként ami még érdekes, hogy milyen furcsa reakciói voltak, illetve nem is furcsa, meggondolandó nyilatkozatai voltak a három MB3-as csapat vezetőinek, akik osztályozóra kényszerültek. Egyöntetű véleményük az volt, hogy nem tartják fairnek és korrektnek, hogy bajnokként osztályozót kell játszani. A legmarkánsabb vélemény Tóth András fogalmazta meg, az Iváncsa vezetőjegyzője, ő azt mondta, hogy ha osztályozót kell játszani, az egy meccses legyen, és az MB3-as csapat otthonába rendezzék. Pető Tamás, ugye a Veszprém edzője, azt mondta, hogy amelyik csapat megnyeri a bajnokságot, annak alanyi jogon járna, hogy feljusson. Ő egyébként még azt is mondta a sorsolás után, ezt idézem, egyetlen csapatot akartunk elkerülni, a Nyíregyházát, de csak is a távolság miatt. El kell majd utaznunk egy nappal korábban, hiszen úgy nem lehet tisztességesen helytállni, ha előtte több száz kilométert utazik az ember. A klubunk kasszáját ez még jobban fogja terhelni, miközben a Nyíregyháza körülbelül 700 millió forintból gazdálkodik, addig mi 10-szer kevesebből. És még azt is hozzátette, hogy a Nyíregyháza játékos keretét elnézve azt gondolja, hogy valami más probléma vezethetett odáig, hogy Spari osztályozóra kényszerüljön. Most itt nekem azért több dolog megütötte a fülem, illetve szöget ütött a fejembe, mert tehát, hogyha azt mondja a Veszprém, hogy 10-szer kisebb a költségvetés, ami valószínűleg így is van, én ezt nem kétlem, de akkor most az a kérdésem, hogyha feljutnak, akkor most a semmiből sikerül majd egy 10-szer nagyobb költségvetést összehozni, mert ha meg nem, akkor meg arról beszélünk, hogy azt szeretnék az MB3-as csapatok azonnal feljussanak, akkor az MB2-ből 5 csapat kiesik, feljön 3 kisebb költségvetésű csapat,
akkor elvileg gyengébb lesz a színvonal az MB2-nek. Igen, azért mondtál most ugye ötöt már, hogy jövőre kettővel kevesebb. Hát meg azért, mert most ugye kiesett kettő alapból. Igen. És akkor most, hogyha azt szeretnék az MB3-asok, hogy a három osztályozós is ne osztályozót játszon, hanem kiessen. A három bajnok, ugye? Nem, hanem hogy az MB2-ből a három osztályozós kiessen, akkor az azt jelenti, hogy öt csapat kiesett az MB2-ből, igen, és akkor feljön három olyan, akinek elvileg kisebb a költségvetése, és ki tudja, hogy sikerül-e megnövelni azt a költségvetést. Na most ezzel akkor szerintem gyengülne az MB2 színvonala is, most nem minthogyha olyan baromi nagy lenne a színvonal, tehát valószínűleg nem feltétlen a színvonal miatt járnak a mérkőzésre az emberek. A másik pedig az, hogy most persze mindig annak nem tetszik egy aktuális szabály, aki mondjuk kárvallottja a dolognak, tehát... Vagy nem kedvezményezett. Tehát nyilván az előző szezonokban mindig az volt, hogy a bajnok feljutott az MB2-be, most ezek a csapatok pont rosszul jártak, mert éppen akkor kerültek ilyen helyzetbe, amikor már más a szabály és osztályozót kell játszaniuk, de most nem tudom, azt mondta, hogy az Iváncsa edzője mondta azt, hogy egy meccs legyen, nem tudom, na most mit nyilatkozik akkor, hogyha most ugye két meccsen dől el a párharc, az elsőn kikapnak, és pont a másodikon sikerül kiharcolni a továbbjutást, vagy a feljutást. Igen. Most akkor meg lehet, hogy változik a gondolkodása, tehát nyilván ez a szabály, ezt tudták a szezon előtt is a csapatok. Sőt, hát aláírták a versenykiírást. Persze, tehát elhiszem, hogy igen, hogy szeretnének feljutni azonnal. Ezzel kapcsolatban a legkorrektebb nyilatkozatot szerintem Kisteleki István, a BVSC szakmai igazgatója fogalmazta meg. Ő azt mondta, hogy minden meccsünk nehéz volt, minden ellenfelet nagyon tisztelünk. A bajnokság elején tudtuk, hogy ez a szabály, így készülünk. Így van, és azt gondolom, hogy ők készek is arra, hogy MB2-esek legyenek. Erről van szó, és akkor még beszéljünk egy kicsit konkrétan a Spari meccséről is. Ugye hát nem gondolom, ti is úgy vagytok vele, mint én, hogy azért nem vagyok akkora nagy futballszurkó, hogy random MB3-as mérkőzéseket nézzek meg bármikor, ezért aztán nem ismerem a Veszprémet sem, hogy mégis milyen csapat, mit tudhat, nem akarok belemenni komoly szakmai elemzésbe, hogy mit hozhat a Veszprém Nyíregyháza meccsén. Inkább, amit mindig szoktam mondani, ezt az önbizalom kérdést lovagolnám meg megint. Igen. Ugye arról van szó, hogy a Nyíregyháza Spartacus az elmúlt két fordulóban, pontosabban az MB2 utolsó két fordulójában nem tudott nyerni, pedig két nagyon fontos meccs volt, amiken még akár meg ki lehetett volna harcolni egyenes ágon is a bennmaradást. Ehhez képest két nagyon fontos meccsen alul teljesített a csapat, és a másik oldalról meg jön egy olyan Veszprém, amelyik az utolsó után a pillanatban mentette döntetlenre a Tatabánya elleni meccsét. Ugye ott arról volt szó, hogy a Tatabánya és a Veszprém szinte egy döntőt játszott egymással, hogy kinyerje meg a nyugati csoportot. A Tatabányának nyernie kellett, hogy előzni tudjon, és nagyon sokáig úgy állt, hogy ez sikerül is. 2-1-re vezetett, aztán 96. percben a Veszprémi nyomás gollá érett, és 2-2-re mentették a meccset. Ezzel a döntetlen a Veszprém maradt az első, és így ő játszhat osztályozót, úgyhogy azért egy ilyen helyzetben, tehát nem ugyanazon a szinten van a két csapat önbizalmában, biztos vagyok. Igen, és ennek a meccsnek a lendületével, sikerével vághatnak neki. A Veszprém egy fiatal csapat, tehát nem megvédeni szeretném őket még az előzőekben elhangzottak miatt. Veszprémben egy nagyon komoly építkezés vette kezdetét körülbelül 5 évvel ezelőtt. Fiatalokra építenek, azt tűzték ki maguk elé célként, hogy az 5. év végén szeretnék megnyerni az MB3-as bajnokságot, és ezt megcsinálták. Ez biztos, hogy egy hatalmas mentális pluszt ad nekik, plusz ez az említett 96. percben szerzett gól. Bajnokok lettek, talán most már ők úgy állnak hozzá a dolgokhoz, hogy ide nekünk az oroszlánt is, s ha bár tényleg a Sparit szerették volna elkerülni, de biztos, hogy egy hihetetlenül nehéz ellenfél lesz a Nyíregyháza számára. Igen, és nagyon fontos lesz az az első meccs, mert oké, hogy oda-vissza vágó, de hogyha itt véletlen kikapna a Nyíregyháza Ajkán a Veszprém ellen, akkor a visszavágó még nehezebb lesz, mert biztos vagyok benne, hogy akkor be fog állni a Veszprém védekezni. Azt meg azért láttuk a bajnokságban, az MB2-ben is, hogy az ilyen nagyon zárt védekezések ellen nem feltétlenül teljesít jól a Nyíregyháza.
úgyhogy nagyon fontos lenne az első meccset is megnyernie a Sparinak. No, reméljük, hogy így lesz, maradunk focinál, de most már hazai vizekre evezünk. A megyei, illetve újabban vármegyei bajnokságnak az utolsó fordulóját rendezik a hétvégén. Két csoportba nyitott még a bajnoki cím kérdése. Ugye ez a vármegyei első osztályba, ahol az Újfehértó gyakorlatilag az utolsó előtti fordulóig nyerekbe érezhette magát, aztán kikapott az Ibránytól, hazai pályán, Tégláson, ugye. Ehhez képest a Kálos Emje nyert, és így a Kálos Emje válhatja előnyből az utolsó fordulót. Norbi, te beszéltél a két edzővel, mit mondanak, kivel játszanak? Újfehértón nagyon-nagyon sajnálják a történteket, hiszen nekik állt a zászló, sőt, már olyan nyilatkozatokat is hallhattunk, hogy készen állnak arra, hogy esetleg az MB3-as indulást is kiharcolják. Ehhez képest kikaptak az Ibránytól, ami teljesen megdöbbentett mindenkit, tehát mindenki azt gondolta, hogy ez a mérkőzés egy sima egyes totó nyelven szólva. Nem az lett. Igen, beszéltem Piskóti Zsolt vezetőedzővel, aki először a mérkőzés után nem is nagyon akart még nyilatkozni, hanem kért egy kis időt, jó néhány napot, hogy átgondolja a történteket. Ezzel alatt az idő alatt ugye megbeszélték a csapaton belül, hogy hogyan is csúszott el ez az Ibrány elleni mérkőzés, és próbálják a pozitív oldalát nézni a dolgoknak, hiszen ők a szezon elején a dobogót tűzték ki maguk elé célként, azt pedig megvalósították, így az utolsó mérkőzésen a Tarp ellen szeretnék kiköszörülni ezt a csorbát, és örömet okozni a szurkolóiknak, bár tegyük gyorsan hozzá, hogy nem lesz olyan egyszerű ez a mérkőzés, mert a tarpai fiatalok nagyon lelkesek, nagyon lendületesek, és hogyha a Tarpa megverni az Újfehértót, és ne adj Isten a Nyíregyháza Spari második csapata kikapna, akkor a Tarpa akár még a dobogóra is felléphetne, úgyhogy egy nagyon jó összecsapás elé nézünk. A Kálós Emjének talán könnyebb dolga lehet papíron, hiszen a Nyírmegyest fogadja, azt a Nyírmegyest, amely a 14. helyről várja az utolsó játékkört, azt a Nyírmegyest, amely képtelen volt győzni az őszi szezonban, ellenben tavasszal jó néhány a dobogóért küzdő csapatot meglepett, így nagy merészség lenne kijelenteni azt, hogy ez a mérkőzés is biztos egyes, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a Kálós Emjének sem, viszont ahhoz, hogy megnyerjék a bajnokságot, be kell húzniuk ezt a mérkőzést. Ha ez így lesz, akkor hatalmas bravúr, amit véghez vittek, ugyanis az előző szezonban, igen. Vármegyei másodosztály bajnoka volt, utoljára ilyet azt hiszem, hogy a Balkány hajtott végre, nem tudom hány éve, de ez nagy bravúr lenne. Én azt nem tudom, hogy a Kálos Emjén beadta az MB3-os licenszét, azt tudom, hogy az Újfehértónak be van az MB3-os licensze. És akkor térjünk át a vármegyei másodosztályra, ott még a Pannonia ZRT csoportban vannak nyitott kérdések. Krisztián, te jártál jobban utána, hogy néz ki ez az utolsó forduló náluk? Igen, tehát úgy állunk jelenleg, hogy a Kóta és a Nagy Kálló is 53 ponttal áll, viszont ugyanannyi győzelmük is van a két csapatnak, viszont a Kótainak sokkal jobb a gól különbsége, és most ennek köszönhetően birtokolja ezt az első helyet jelenleg. Ugye nekik 68-as gól különbségük van, a Nagy Kállónak idézőjelben mondva csak 38-as. És ott van még a harmadik helyen a Szakoly 50 ponttal. Most itt előfordulhat még az is, hogy pontszámban és győzelemszámban is utoléri az előtte lévő két csapatot, viszont nekik is 34-es gól különbségük van. Pont a Kótaival játszanak, tehát ők csak akkor lehetnének bajnokok, hogyha ezt a 34-es gólkülönbséget eltüntetik a Kótai ellen. Hát most akkor ehhez kell egy ilyen 17-0-es győzelem a Kótai ellen, és akkor még imádkozniuk kell azért, hogy a Nagy Kálló meg kikapjon. Igen, ezt tehát... kiszámoltuk, hogy 5 percenként egy gól, nem annyira nagy kunst ez. Igen, hát hogyha akarja az ember, akkor megvalósítható. Aki fel akar jutni, annak illik egy ilyet létrehozni, de viccet félretéve, hát itt ez nem tűnik annyira reális forgatókönyvnek, úgyhogy inkább szűkítsük le ezt a végső versenyfutást csak a Kótaira és a Nagy Kállóra. És attól függetlenül, hogy a Kótainak a saját kezében van a sorsa, mégis picit úgy tűnik, mintha a Nagy Kállónak lenne könnyebb dolga, mégpedig azért, mert a kállóiak az Apaddyal játszanak az utolsó fordulóban, vasárnap 17 órától.
A Kótaj pedig Szakolyra látogat, tehát a harmadik, jelenlegi harmadik helyezethez, úgyhogy papíron a Kótajra vár nehezebb mérkőzés. Itt beszéltem a Kótaiak és a Nagykállóiak edzőjével is, hát természetesen Seregi Mihály a Kótaiak edzője elmondta, hogy csak és kizárólag győzelemben gondolkodnak, tudják, hogy egy nagyon erős ellenfél a Szakoly, ősszel egyébként egy-egyet játszott a két csapat egymással, de Seregi Mihály azt mondta, hogy akkor is a második fél időben ők nyomtak, jobban játszottak, úgyhogy erre építve, vagy ezen felbuzdulva ő azt gondolja, hogy idegenben is képesek lehetnek nyerni a Szakoly ellen. A Nagykálló pedig egyébként ősszel az apaddal 5-5-öt játszott. Hát, itt meg itt Homariárd elmondta. Igen, itt Homariárd elmondta, hogy ő nem számít ilyen mérkőzésre, szerint azért nem lesz ilyen sok gól, de hozzátette azt is, hogy neki tökéletesen megfelel, hogyha 6-5-re nyernek esetleg, és így sikerül behúzni a bajnoki címet. Úgyhogy meglátjuk, hogy itt mi lesz. Az érdekesség egyébként, hogy ősszel úgy fejezték be, hogy a Nagykálló állt az élen, nagyon kevés, tehát 2 pontos előnyük volt a Kótaja, szemben a Szakoly pedig harmadik volt akkor is, úgyhogy itt a Pannónia csoportban ez a 3 csapat kiemelkedik, és ez egy szép dolog, hogy ez így is elment a szezon végéig, hogy az utolsó fordulóban dől el minden, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a bajnok a Pannónia csoportban. Na ez nekünk egyébként nagy dilemmát ad, mert el kell döntenünk, hogy melyik mérkőzésre menjünk fotózni, ahol vélhetően egy pezsgős bajnokavatás lesz. Annyit azért elárulok, hogy az előző szezonban mellé szaladtunk, hogy reméljük most sikerül kiválasztani azt a meccset, ahol valóban egy kis pezsgőlocsolásos bajnokavató lesz, rögtönzött bajnokavató itt a lefújás után. Na hát mára szerintem ennyi volt, mit gondoltok? Igen. Legyen ez a végszó. Így van. Reméljük, hogy a keddi adásunkban csak jóról tudunk beszámolni, bízunk benne, hogy a Spari ki tud csikarni, ha már legalább egy minimális előnyt, és reméljük, hogy a Kisvárda két csapatának is győztes mérkőzéséről tudunk beszámolni. Kelet-Magyarország Podcast. Sport helyben, azonnal.